Így ünnepeltek a drukkerek Varga Barnabás a svájciak ellen szerzett góljánál a szexhárdi szurkolói teraszon. A találat csak a szépítésre volt elég, a végeredmény 3-1 lett a svájci válogatott javára. A hangulat a vereség ellenére is kiváló volt. Nagyon nagy öröm volt már tegnap este is látni a német-skót meccsen, hogy szinte megtelt a garai tér, de hát a mai meccs, mivel a magyarok játszanak, az minden képzeletünket felülmúlja. Nagyon boldogok vagyunk, hogy gyors számítás alapján közel 1000 ember itt drukkol a magyar válogatott sikerének. A szurkolói terasz a korábbi Európa-bajnokságokon is sikernek számított, így nem is volt kérdés, hogy idén-nyáron is megvalósul a kezdeményezés. Hosszú utat járt be ugye a magyar válogatott meg a magyar foci, én jó magam is gyermekkoromban aktív focista voltam, és még a 80-as években azért sok sikert átélhettem, de hát jött utána egy nem szűk 7, hanem legalább egy szűk 20 esztendő, annál nagyobb öröm, hogy most 2016 óta már a harmadik alkalommal zsinórba kim vagyunk az EB-n, és ez tényleg jó látni, hogy a mai gyerekek is újra elkezdtek focizni. Egyre több gyereket látok én is kint a tereken, a játszótereken, hogy fociznak. Azt gondolom az utánpótlás terén újra egy felívelő íve lesz a magyar labdarúgásnak. Az újonnan megválasztott polgármester kiemelte a helyi sportok támogatásának fontosságát. Minden gyermek találja meg azt a neki való, számára tetsző, neki alkalmas sportot. Ez már kezdődjön minél kisebb korban, akár óvodás, kisiskolás korban is. Amihez mi ebbe a város részéről segítséget tudunk nyújtani, azt mindenképpen meg fogjuk adni. A magyar együttes a félidőre 2-0-ás hátránnyal vonult, a kilátogatók ennek ellenére is bizakodóak voltak. Köszönjük szépen, nagyon jó a hangulat, hát reméljük, hogy a második félidőben a csapat majd összeszedi magát, és méltó ellenfele lesz a svájcioknak, hogy még jobb legyen a hangulat a teraszon. A legtöbb kisgyermek kedvence természetesen a csapatkapitány Szoboszlai Dominik volt. Nagyon jól tud bombázni, szeretjük, ahogy focizik, és nagy jó cselgép. A magyar nemzeti 11 legközelebb szerdán 6 órakor lép pályára Németország ellen.